Na helló mindenkinek, Erbit vagyok, és hát még ingyenes a For Honor, Forerunner, mit tudom én, amit akartok. A lényeg az, hogy addig még ingyenes, addig játszok vele egy menetet, kettőt, hármat, csak azt már nem biztos, hogy felveszem. Viszont ide videóban is, úristen, kurva hangos a játék, hogy mindjárt húzok le a hangján. Most már nem bírok, de majd mindjárt. Nem bírok, még bírok, hát. Audio. Így egy ötösre jó van. Jó ez így. Megfelel. És hát akkor mindjárt kezdődik is a menet. Na, meg is indulunk. Itt vagyok én, jaj, de szép vagyok. Hát oda nézzetek, gyerekek. Tiszta vagány. Ó, hogyan rákrágja ki a belit. Na, de ne cigányoskodjunk. Azt mondja, hogy hát valahogy nem merem megtámadni. De azt lekúrtam. Hát mekkora ügyes vagyok már. Bocs, haver, ugye, hallod? Bocsáss meg nekem, beléd basztam. Ugye ingyenes béta van, aki még tudja, azt töltse le, mert szerintem valami eszméletlenül jó játék. És valószínűleg, ez majd még meglátjuk, de ott újra kell éleszteni valakit, tehát valószínűleg meg lesz véve a játék is, majd egyszer, ha oda jutunk, ami két napon belül, hát bazd meg, azt akarom feléleszteni, azt eltűnik. De még mindig hangosak, ó, várja, ott még van valaki, azt még feléleszteni, aztán majd mindjárt baszhatunk valamit a hanggal, mert szerintem még mindig kicsit, ez is eltűnt, hát beszarok. Hey, nyugi van! Én ezt így nem tudok 1v1-be, hey! Én szar vagyok ám. Azt, most meg neked... Ja, jó, hogy velem van. Így, szedjük szét. Közke a helpet. Töltsünk egy kis életet. Ahhoz beszaladunk ide a területre. Én nagyon szar vagyok ám egyébként 1v1-be, tehát hogy ezt én így már észrevettem magamról. Hallod, töltödjek már föl, azaz. És akkor most még húzunk egy kicsit le a hangon, mert még mindig nem hallom saját magam. Tehát úgy állunk, hogy... Na! Aki még nem ismerné a Forerunnert, az... ...nak elmondom. Hallod, segítsé! Egy nagy csapás neki! Hagyd pusztuljon, hogy ez egy ilyen félig meddig, nem is tudom, mihez hasonlítsam. Igazából nem lehet semmihez, tehát hogy, de komolyan, én semmihez nem tudom hasonlítani. Van egy hős, azzal vagy te, illetve vannak ilyen kis harcosok, akik ott harcolnak lenne a csatatéren, és lényegében így ennyi a játék lényege, hogy te, na a takarot, hogy te, mint hős, harcolsz a másik hősök ellen. Ez a lényeg. Se több, se kevesebb, de ez meg fog ölni engem. Ha nem takarodunk el innen nagyon gyorsan. De el kéne takarodni innen nagyon gyorsan, mert különben meghalok. Ja, és hogy belehaltam az esésbe. Ennyit sebez rajtam, ez a szar. Jó, én inkább halott leszek. Tehát, hogy engem ne éleszem fel senki. Úgy, éledjek újra szépen gyorsan, lassan, valahogy. Csak éledjek. Igen, elvesztettük az A zónát, és így el kell foglalni a területeket. Van olyan játék, tehát hogy van egy ilyen játékmód is. Van olyan játékmód is, ahol 1v1-be, vagy 2v2-be kell csak hős a hős ellen. És a grafika is valami eszméletlenül szép, tehát hogy... Ho? Elszaladtál, oci? Észre se vett. Elfoglaltam az alzónát. Hallod, mire ideérnék, már megölted. De köcsög vagy. Hallod, ez milyen erős. Én is ilyen erős akarok lenni. Hát baszod? Ez valami nagyon brutál. Én ilyen kis szar karakter. Én nagyon nem vágom ezt a karakter. Vagy nem tudom, lehet én vagyok a szar. Valószínű. Ó, basszus, sikerült felélesztenie. Igen, és úgy kell védekezni, ahogy ő támad, tehát hogy én ehhez nem értek.
Hoppá, 1v1-be megöltem. Úristen, de jó vagyok. Ú, takarodj. Alig van életem. Jó van, belétek vágok egy kicsit. Oké, de most már tényleg tagjunk el innen a picsába, mert én itt meg fogok halni. Ó, nem, mert elfoglaltok, és akkor... De ez itt nem tűnt életet. Hey, Kás! Nekem valami élettöltős hely kell, more! Ki van száradva, már szám is. Túl sokat pofázok, mi? Már ti is ezt mondjátok. Na, töltsünk életet. Na, elmentek ti innen a picsába. Jó. Tehát, hogy... Ja. Hát így van ez, mikor az ember nem tud játszani. Ready. Így. Baszassuk neki. De ezt a C-t ezt vissza kéne foglalni, mert ez itt így, ez van hozzánk a legközelebb. Egyelőre vezetünk egy 60 ponta, shots per köbö, 50-nel. Jó, foglalt csak egy gyorsan, gyorsan. Azaz, ez a lényeg. És másszunk le ezen a létrán, és támadjunk bele ide a tömegbe! For honor! Ja, nem. De. De, igazából az. Tehát, hogy... Basszad neki. Oké, oké, várjál, van itt egy kis... ellenségeskedés, kettő is van. Három is van. Nem tudom, honnan támad. Ez mi a faszom volt? Valaki tüzet gyújtott. Ezt most nem vágom, hé. Hey. Vannak ilyen képességek is. Nekem még azt hiszem nincs, vagy legalábbis nem olyan durva. Fogalmas is, ott van egy, kettes kéne megnyomnom ahhoz, hogy aktiváljam. És gyorsítja a kis harcosokat, illetve... Nem is tudom még mit tud. Valamit még tud. De ma megint ketten vannak. 1v1-be nem tudok játszani, nemhogy 2v1-be, hagyjad már. Inkább menekülök. Valaki jöjjön már segíteni nekem? Na, eltakarozta a gecibe. Hoppá! Az meghalt, azaz, a ügyesek vagyunk, srácok. De már... Elég lassan támad, azt hittem, hogy a szaminámmal van valami. Hármas az, te mit tudsz? Hiel vagy? Ez mi? Ez most mi volt? Azaz, azaz! Szedjük szét! Jó van, ügyes. Hey! Na, eltakarodtok ti a gecivel. És ugye három, aki még nem ismerni, de van a, vagy már így a mostani időkben már, ki nem ismeri a Forerunnert. Ugye három szankció van, vannak a knightok, a lovagok, vannak a vikingek, illetve vannak a szamurájok, azok nagyon rajok, de én inkább ilyen harcos vagyok, harcos lelkű gyerek. Valaki de nagyon befestőt. Halad? Ne takarodsz. Jó. Így. Te is így. Én ketten vannak egy ellen, és ebbe bele is halok. Ó, jött a harmadik haver is. Ajjaj. Ez így nem jó. Defeat? De milyen jó látunk már. Gyerekek. Beszarok. Pedig nem is lett annyira rossz a statom. Loot. Na mit kaptunk? Milyen lootot sikerült beszereznem? Order completed? Úristen, valami sikerült, valami questet. Valami szart kaptam, ez szerintem a kardomnak a foggantyúja lesz. Ó. Jó. Na akkor basszassunk le még egy menetet, már csak azért is, mert tetszik. Feed cool. Jó van, tegyük be. Így. Jó lesz ez. Valamire már csak. Reméljük. Na, és akkor next match. Én leredizem.
Azt akkor megvárjuk, még ők is. Na gyerekek, engem itt bedobott 3 botta, 2 ember, meg 2 bot ellen. Remélem, hogy azért majd így időközben még lépnek be. És most kipróbálunk egy új karaktert. Ez egy ilyen gyors támadó, gyorsütő, ilyen fasz a gyerek. Ilyen ez, látjátok? Sőt, ez szerintem csaj. Cicije van, akkor csaj. Nem beszélünk csúnyán, nem mondunk olyat, hogy csöcs. Elfoglal... Ú, de ez gyorsan fut. Ez tetszik, ez már most tetszik. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen. És le lehet engedni a kaput. Ha! Beoptad. Ja nem, mert az jön erre. De ez így baszás lesz, úristen. Ez így nagyon nem lesz jó. Ezt is leengedjük. Így. De ez így nem lesz jó. Ezzel meglátom, hogy tudok-e játszani. Úristen, ha mi van itt? Te el megtakarodjál innen. Ojj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 
csinálom? Azt összeesik a gecibe, a hülye gyerek. Úristen, meg ennek élete is alig van. Ez már most nem tetszik. Ez már most nem tetszik. Nekem van csapat... Né, mindig csak botok vannak velem. Nem lehet itt most még már izét hőst váltani? Akkor gyorsan váltanék egy másikra. De kurva gyorsan. Ez is bot vagy mi? Azt megölöm! Azt megöltem! Ja, bocs, ti haverok vagytok. Ő meg engem megölt. Hát nem volt sehol se, ahol tudtam volna életet tölteni, és ez így nem volt jó. Most minden a miénk vagy minden az övé? Minden az övéké, jó, értem. Tehát igen, ketten vannak, én egyedül, és itt most is, nem, várjál már, valahogy, meccs. Nem, hogy az Istenbe lehet izét váltani? Másik hősre, mert ez nekem nagyon nem tetszik. Ez most jövök rá még csak, de... Ópá, hozzám bejöttek ketten, na végre. Én még csak most jövök rá, de ez nekem nagyon nem tetszik. Na, nem mész. Mész te a gecibe. Ugye három támadási lehetőség van, felülről meg a két oldal. Hősök ellen. Ezek a kis katonák ellen, ez csak így simába. Ahogy éppen megtalálja a kardod. Na, kösz srácok, hogy beléptetek, mert különben itt haltam volna meg. Jaj, ha megjöttek, figyeled. Valahogy mégiscsak ez megy nekem a legjobban. Csak kevés élete van, ez valahogy majd a gírre ment valamit csinálni kéne. Hogy hát ha azzal jobb lesz majd az élet kérdés. Meg a stamina kérdés, Jen is kéne valamit csinálni. Gondolkozom azon gyerekek, hogy megveszem ezt a játékot, mert ez nekem valahogy nagyon bejön. Tehát, hogy nagyon jó el lehet vele lenni. Tehát, mint mondtam, mindenféleképpen, ha még nem próbáltátok ki, mindenféleképpen próbáljátok ki. Itt tömeglik az összes katonám. Várj, itt nem lehet életet tölteni, itt nem mi. Hüha. Igen, ez megölt. És belebaszta a fejszét a fejembe. Így ezerre. Anan. 82-78-7. Megölt engem. Az istenetek faszád. Ott van egy csapattárs, aki meghalt. Na erre melyik? Arról éledek. Ja nem, másik oldalra éledek, jó van. Hoppa, hogy bombáznak, figyeled? Spuri! Az alsa, amilyen. Várja, oda valahogy fel kéne futni. Na fel is futunk. Azaz, úgy oda felfutunk. Ha itt nincs ellenség, de van. Ha hogy ne lenne már? Az a jó, mikor ketten vagyunk egy ellen. Most kikapcsoltam ezt a szart, azt hittem már meghalt. De nem, de most már igen.
Elfoglaltuk az alzónát. Szerintem nyerni fognak, srácok. És az úgy nem lesz jó. Mert ezt már csak abból gondolom, hogy... Azaz, basszad, basszad! Ketté basszad! Jajaj, jajaj, nagyon leszette az életemet. Oké, az meghalt. Na, te engem ne üssé, te társ vagy. Mert hogy én társ vagyok. Mert hogy társak vagyunk. A bájad a népet. Az, de tud, hogy ugrál már át az emberkéken. Azt figyeled? Na ez a terület is mindjárt lesz foglalva. Na de, azt hiszem van egy képességem. Amit használhatok, mindjárt meglátjuk. Befüstölünk oda neki! Hú, majd kevesebb élete van, azt kéne szétkapni. Az már szét is lett kapva. Ez is szét lett kapva. Jaj, ne, hát vannak itt izé kis emberek. Jaj, de sokan vagytok. Nekem életöltés kéne valahogy, mert... Különben ez így nem lesz vagány. Spuri, ide vissza! Nagyon lassan töltődik az élet, he. Így, töltödjé, töltödjé. Azt lecsukjuk. Már csak azért is, hogy ott ne jöjjenek át az emberek. Azaz, jó van, visszatöltődött. És jövök segíteni nektek, srácok, ne féljetek, itt vagyok. Úgy mondom, mintha én lennék a meccs legjobb embere. Na, mégsem annyira rossz ez, ez a kis ember. Újjúj, csak mikor ketten vannak itt, az már kicsit gázosabb. Ez így nem volt annyira vicces. Annyira nem volt vicces. 2-1, ready! Áj, nem akarom, hogy nyerjenek. Tehát ezt valamit itt csinálni kéne. Kezdeni kéne már valamit az életemmel. Nem jó, nem jó, nem jó. Miatt ja, kettőnket már megölték. Ezt a kis népet itt leaprítom. Már ha bírom, ha nincsenek túl sokan. El kéne... Hallod, ez két ütésből így lekap? Na jó. Két ütésből leszedi a fél életem, hát ez geci. Jó, ezt el fogjuk veszíteni, srácok. Igen, én az elején elbasztam, tehát hogy ott úgy nem nagyon ment nekem még. Mindjárt meglátjuk, ki nyer. Nagyon valószínű, hogy ők. Tehát, hogy túl sokat ezen már így nem kell válogatni. Megnézem már, hogy ez a LXP God, ez... Ki nem lehet megnézni az éjét, nem, hát. Hát, ja, így jártunk, srácok. Így van ez. Nagyon sajnálom, hogy egy két veszteséget kellett megnéznetek tőlem. De értékelem a meccset egy csillagra. Kaptam valami rewardot? Ja, rucit. Na, hát köszöntöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok neki egy ilyen újacskát. Aztán meg iratkozzatok fel. Ha akartok még tőlem látni ilyen videókat, meg amilyen videókat még akartok tőlem látni, azt majd megbeszéljük. Nem gáz, minden meg lesz. És hát köszöntöm szépen a figyelmet, sziasztok!